Sziasztok, Robin vagyok, és bemutatnám az Asterix képregény gyűjteményemet, és ez lenne a negyedik videóm, és ugye ez most egy ilyen kis mini képregényként van, ez az Asterix és az olimpiai játékok, úgyhogy így bemutatom. Hát itt úgy látom, hogy számolgattam. Még annó kiskoromba, nem tudom miért írtam azt, amit, de ez van. Na és itt van ugyanúgy a szöveg, ugyanúgy a térkép, és azért nézzétek meg, hogy íme. Ez azért ez a hetedik kiadás, úgy látom, 1984, ha jól látom. Ja. És akkor lapozzunk. Ez egy jó kicsi ez a kis könyv. A képregény. Ugyanúgy bemutatja, de az előző videóban is láthattátok a szereplőket. És itt kezdődik a történet, és lapozunk egy nagyot. Kádban fürdik. És akkor láthatjátok Asterixet és Obelixet, és ugye ott, aki a fürdőkádban volt, az a vezér. Na, ott vannak a kalózok is. Egyik részben sem maradhatnak el. És akkor most már máshol vannak. És akkor lapozzunk. Már itt pihengetnek. És akkor itt van a vége. És itt vannak már megint számok, nem tudom, hogy miért írtam azokat, de én imádtam a számok világát, ahogy látjátok. Ja, azért nézzétek meg. Igen. Asterix lett a győztes. Ja. És akkor ez lenne így a hátsó borítója. És ugyancsak Indiába vettem ezeket a képregényeket, és ez az utolsó előtti. Asterix és a nagy átkelés. Ez már a nagyobb, a rendes, normál A4-es nagyság, és ugyanúgy láthatjátok a térképet, és itt szöveget. Néha van, néha nincs, ahogy láttátok az előző videókban is. És nézzétek csak. Ez is 11, azaz a 11. kiadás, 1985-ös. És akkor nézzük csak. Elég érdekesen kezdődik ez a képregény. Nincs kép, csak szöveg. És itt megismerhetitek ugye a szereplőket, ugyanúgy, mint az előzőben. És azért nézzük meg ezt a oldalt. Itt már azért vannak szereplők, meg képek. Ilyen képek. És van egy nagy bunyó, ahogy mindig is szokott lenni a halasoknál. Halasoknál, igen. Na, akkor lapozzunk egy jó pár oldalt. Úgy látom, hajótöröttek lettek. Még egy jó pár oldalt nézzük. Hú, ez csak nem Amerika. Hú, indiánokat látok. Hú, ezek meg tuti, hogy vikingek. Vagy legalábbis úgy nézem, hogy a hajójukat is, meg hogy a sisakjukat. És akkor nézzük meg.
Aha, ezek olyan vikingek. Ja. És akkor mi a vége? Hú, egy jól megrakott hallal tértek vissza Obelixék. És mennyi volt az utolsó előtti? Itt megnézhetitek, hogy ugye itt vagyunk, és a következő rész ez lesz. Ő pár kimaradt, ugye ez, meg még egy-kettő, de azokat majd, ha megtalálom, akkor majd bemutatom azokat is utólag. Na, itt van Asterix and the Cauldron. Hogy is hívják? Hogy is mondják, hogy igen. Cauldron. Kondér, vagy mit tudom én, valami ilyesmi. Na mindegy. Azt mondja, hogy itt a térkép. Itt van egy kis szöveg. És az alatta lévő szöveg 1983-as a hetedik kiadás. És itt vannak ugyanúgy a szereplők. Ő itt már azért látszik, hogy már a ragasztás is el van engedve, úgyhogy vigyáznom kell, de lehet, hogy majd javítok a rajta. Na, hát már azért elég régi. Na, itt vannak. Kakas az kukorékol. Disznók pedig mennek egymás után libasorba. Úgy látom, hogy valami vásáron vannak, vagy mi? Még egy színházban vannak. Lapozunk még többet. Itt éppen Obelix az nagyon éhes, úgyhogy eszik pár sültet. És ez már itt a vége. A rómaiakkal kerülnek szembe. Római őrjárattal. Úgyhogy... Na, hoppá. Na mindegy, itt a vége. És itt van a hátulja, ahol föl vannak sorolva, hogy milyen megjelenések voltak eddig. Ja. Úgyhogy remélem tetszett így ennek a három képregénynek a bemutatása. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!